Oké. Professzionális szintű audiót szeretnél, de nem szeretnél a komplikált rendszerekkel és XLR kábelekkel bajlódni? Mindennek megvan persze a prója és a kontrája, de hogyha ezt az utat választod, ezt a termékkategóriát, úgy gondolom, hogy megtaláltam a legmegbízhatóbb és legjobb minőségű opciót, ami sokkal jobb, mint a Rode Wireless Go. Itt amúgy konkrétan egy olyan funkcióra gondolok, amit mindjárt el is fogok mondani, azon túl, hogy átbeszéljük a funkcióit, specifikációt, hangtesztet csinálunk, ami miatt megéri ezt használni. Szóval kezdjük is el, de előtte intro. A mai vendégünk a Hollylandnek a Lark 150 Duo nevű terméke és az új Holyland Lark Max. Hogyha hallottál a Hollylandről vagy nem, akkor mutasd meg azzal, hogy lájkolod ezt a videót, mert nagyon sokat segítene abba, hogy növekedjen mind a csatorna és a közösség. Szóval a Lark 150 az egy vezeték nélküli mikrofonrendszer, aminek két adója van, és ugye egy vevője, függetlenek egymástól, nagyon kompakt dizájnja van, és egy kétemberes beszélgetést könnyen fel lehet venni, de ugye egy ember is használhatja. Egy különleges funkciója az az, hogy bármilyen ütközést tud gátolni, be van építve egy ilyen extra réteg, tehát nem fogsz ilyen sisterkést hallani, amitől nagyon jól használható, amúgy automatikusan párosítható egymással az eszközök, és a Hollyland szerint 100 méterig működik. A Lark Max most jött ki 2023 nyarán, és a Hollyland állítása szerint stúdió minőségű hangzást kapsz bárhol. Mindezt egy Max Trimble nevű technológiának köszönhetően, de erről bővebben egy kicsit később. Szerintem olyanoknak, akik valami egyből és könnyen működő, ilyen run and gun típusú setupot szeretnének utcainterjúra, vlogolásra, livestreamingnél, vagy bármilyen digitális tartalomgyártásra, ahol egy vagy két ember beszél így a képernyőn, ez egy nagyon jó megoldás lehet. A módok tekintetében van az egy ember számára monomód, vagy két emberre sztereó, de van egy ilyen biztonságos módja, ami kifejezetten olyan helyzetekre van, amikor mondjuk megszakadhatna az audio, és szükség lenne erre. Most beszéljünk a Lark Max legfontosabb jellemzőiről. 250 méteres hatótávval rendelkezik, és olyanok által körözi le durván a versenytársait, mint például mágneses rögzítés, integrált zajszűrés, amit be is ki lehet kapcsolni természetesen, 8 GB beépített memória, ami akár 14 órás felvételt tesz lehetővé, de akár kamera vagy hangfelvevő nélkül is használhatjuk ugye ennek köszönhetően. Mindez kristály tiszta hangminőséggel. Az üzemideje, tehát az akkumulátor ideje pedig magáért beszél, 7,5 óra, szóval tökéletes választás egy hosszú napos interjúzásokhoz vagy vlogoláshoz. Emlékszel a Max Timber technológiára? Nos, mi is az? Kérdezheted. A magas érzékenységű omnidirekcionális mikrofon több rétegű membrán kialakításának köszönhetően optimalizálja a hangfelvételt, garantálva a tiszta hangzást. Ez a több rétegű akusztikai szerkezet hatékonyan szünteti meg a nem kívánt rezonanciákat, kivédi a szélzajból adódó bármilyen disztorciókat. Mindjárt meg is mutatom a hangteszten, ezt el is fogjuk végezni, persze spoiler alert, most is ezt hallod. De előtte a számokat imádó geekeknek, mint én, jöjjön egy kis technikai áradat. 48 kHz-es mintavételezési sebesség, 24 bites bitmélység, 70 decibel jelzaj viszony és 128 decibel hangnyomás szint. Ennek köszönhetően a 98 és 106 decibel dinamika tartományban teljesen minimalizálja a hangtorzítást, és ugye itt van az emberi hang legfontosabb tartománya. Amiről mindenképpen beszélnünk kell, az a képernyő, mert szerintem a kategóriája legjobbja. Mindezt egy Color AMOLED érintőképernyőnek köszönheti, de emellett vannak rajta gombok és egy jól forgatható tekerő, és egy kezdőlapra mutató menübe ugye mutató gyors gomb is van, amivel tudjuk vezérelni. A vezérlés annyit, hogy a menüben beállíthatunk haladóbb dolgokat is, például magát a hangminőséget, low-cut szűrőt, vagy akár a beszédünket is élénkíthetjük.
Jöjjön egy kis hangteszt, igazából ez az egész videó az, hiszen végig a Holly Land Lark 150 duót hallottad, de egy összehasonlítás véget, most pedig a Sennheiser MKH-416-ot hallhatod, ami a számítógépemhez van hozzákötve. Nyilván nem ugyanaz a kategória, de mégis egy jó benchmark szerintem, hogy összehasonlítsuk a dolgokat. Jöjjön egy külső hangteszt a Lark Max-el, szerintem szinte már ugyanolyan, mint egy hangkezelt szobában, tehát igen, mondhatjuk, hogy közelít a professzionális szintű hangzás felé, különösen akkor, hogyha a post-processinget és a YouTube-nak a transzkódolását is figyelembe vesszük. De ugye eddig így hallottuk, és most nézzük meg, hogy milyen, ha a chipit beleteszem. Remélhetőleg, igen. Most pedig chipin keresztül halljuk ugyanezt a hangzást. Mondd el, hogy milyen a különbség. Amiről szeretnék egy pár szót ejteni, az maga a táska, amiben érkezik, mert nagyon magas minőségű és ilyen mágnesesen csatlakoznak bele az eszközök, és egyszerre tudod tölteni az összes terméket, vevőt, adót, így nem kell külön kábelekkel bajlódni, amúgy a transmittert 4 óra alatt, és a receivert pedig 7 óra alatt lehet feltölteni, és az egészet 2,5 óra alatt. Emlékszel, hogy mondtam, hogy van egy indokom arra, hogy miért ez a legjobb? Konkrétan az, hogy 50%-kal könnyebb a Rode Wireless Go-nál, ami 30 kg, míg a Lark 150 csak 20. A Lark megszadója pedig 33 g. Mert rengetegszer volt az, hogy itt volt fent nekem a Rode Wireless Go, és így kifordult, vagy befordult, és akkor ugye nagyon rossz lesz a hang. A Holly Landnél ilyen sosem fordult elő. Szerintem már csak emiatt is megér inkább ezt választani. De ez még nem minden. Ugyanis kapsz 2 darab chiptetős mikrofont, ami már a dobozban van, és akkor használhatod így, ahogy most is használom, és nem kell extra pénzt költened rá, mint például a Rode-nál, ugye nem jár a dobozzal, tehát külön meg kell venned. De amúgy magán a chiptetős mikrofonon és a termékeken keresztül kapsz még mikrofonsapkát, tehát hogyha mondjuk szeles viszonyban vagy, akkor leveszi a szélzajt, TRS és TRS-től TRRS kábeleket is. Mostanra már átlátod a fő különbségeket és az előnyöket, amit mindkét eszköz biztosít. Viszont beszéljünk egy olyan jelentős különbségről a kettő között, ami fontos lehet számodra, ez pedig a Lark Max-nek a mágneses kialakítása. Minden adóhoz tartozik egy mágneses chipesz. Ezzel bármilyen mágneses felülethez rögzítheted, nem csak a pólódhoz, sőt, kapsz még egy mágneses nyakláncot is, amit szintén használsz és akár kreatív módon valahova rögzítheted. És komolyan mondom, hogy szerintem ez az egyik, ha nem a legjobb opció ebben a termék kategóriában. De mi a te véleményed? Milyen mikrofonrendszered van neked? És leváltanád ezek alapján a Holly Landre? Kérlek, mondd meg a kommentbe, és kezdjünk el beszélgetni. Persze többféle más mikrofon közül is lehet választani, úgyhogy mielőtt még döntesz, itt van egy hasonló kategóriájú mikrofon, hogyha szeretnél ilyet venni, nézd meg ezt is. Persze, hogyha egy magasabb szintű mikrofont szeretnél, és ugyanúgy a vezeték nélküli rendszerekbe szeretnél maradni, az egyik legjobb játékos a piacon a Sennheiser, és róla készítettem egy 3 részes sorozatot, hogy hogy működnek a vezeték nélküli rendszerek, és milyen opciók vannak, milyen gyakori hibák vannak, amiket hogy tudsz kiküszöbölni. Ha mélyebben bele szeretnél vágni, mindenféleképpen nézd meg ezt a videót. Ha nem tetted volna, még kérlek iratkozz fel a csengővel együtt, lájkolj, kommentelj, rengeteg tartalmam jön még, és remélem, hogy találkozunk a következő videóban, például ebben, vagy ebben.